A tetetéstől és a hazugságtól irtózom, nem azért, mert becsületes vagyok, hanem az egy olyan megtörését jelenteni a természetennek, hogy azt nem tudom. Szalai rajzokon... Ezt most nem mondod, vagy ő mondja? Én ezt kérdezem tőlem. A szalai rajzokon melyik fejeződik ki elsősorban, hogy melyik inkább a temperamentum, az érzés vagy a lelki állapot? Vagy egyáltalán lehet-e különbséget tenni a három között? Ha lehet is, én nem tudok különbséget tenni. Mint ahogy a Földet hiába kérdeznéd meg, hogy mi a tulajdonság annak a búzának, ami most nőtt ki belőle, vagy annak a pipacsnak, ami a búza mellett. A termésnek, nem a teremtésnek, a termésnek nincsen tudati oldala az embernél. Hát én nem tudom, hogy van-e másnál, én nekem. Én soha nem tudtam arról, hogy én ki vagyok. Arról meg, hogy mi vagyok pláne. Amikor én rajz... csinálódott a rajz? Mint a játék. Elfelejtem, én azt is elfelejtetted, hogy mit játszottál tegnap előtt. Ha gyerek vagy... Nálam... Meghúzott egy vonalat, és ránézett, és már kész volt a láthatatlan rajz, készen volt, hogy mi lesz belőle. Én figyeltem, és másik szobából az ajtón keresztül mondtam, most a fejét rajzolod, most egy nagyon szép szelíd lányt rajzolsz, most egy sátánt rajzolsz, most egy ördögöt rajzolsz, most egy férfit rajzolsz, az arca vál átvette a rajzát, az arca átvette. Na, mit csináljunk, ha ilyen arcunk van? Ez olyan komplikált, hogy ez meg sem jelenik látvány formájában. Az egyetlen látvány, amiben megjelenik, az a rajz maga. Aminek a természetéről viszont pont a művész nem tud semmit. Ez majdnem olyan, azt hiszem, mint az anyaság. Egy anyaság rettentő sokat szenvedhet a terhesség alatt. Csak azt nem tudja, hogy fiú-e az, ami ezt a sok bajt okozza, vagy egy lány. Na de Lajos, ez az életű, ez először is több ezer darab. Igen. Másodszor átível több mint 50 évet, ha tetszik, ha nem tetszik. Harmadszor a 40-es évektől, talán ha nem is az utolsókig, de 70-es évek derekáig a magyar és az európai rajzművészetbe a legelső vonalba tartozik. Akkor már álljunk meg itten szépen. Egyetlen művész sem kivételes, én sem. Tehát minden, ami az emberre vonatkozik, az rám is vonatkozik. Na most lehetséges, hogy ennek a vonatkozásnak az intenzitásában van valami különbség. Hogy ez olyan, mint a nő nyilván őszintébben ordít, amikor szül, mint hogyha rálépnek a lábára. Bár a karakteres folyamat a fájdalom mind a kettőben. Na most így nagyon nehéz megállapítani nekünk, hogy egy művésznek nevezhető terhesség mikor őszinte, vagy mikor hazudik. Vagy hogy van-e egyáltalán ilyen terhesség. Vagy van-e naponként történő abortusz. Nyilván van az is, nem? Mert egy nagy csomó művész három évben egy rajzot, ha csinál, és Picasso az éjjel-nappal rajzolt. Hát arra gondoltam a minap, hogy az egyik igazán kitűnő festő megtanult bal kézzel rajzolni, mert a jobb kezét eltörte. Kitűnő gondolkodó, és ez a Karácsony Gábor. És eszembe jutott, hogy te nekem jó 10 évvel ezelőtt a jobb agyfélteke és a bal agyfélteke és a jobb és a bal kéz összeköttetéséről beszéltél. Igen. Megtanul bal kézzel rajzolni, mert úgy érezte, hogy el fogja veszteni a jobb kezét. Kiment a frontra, és a haditudósító századnál a sofőr mellett volt a Szalai Lajos helye. És egyik nap egy tiszt elfoglalta a helyét, és a Lajos fölmest szétment, kimentek a buszból. És a Lajos, meséltem ezt magának már?
És a Lajos nem merte, a tisztnek nem akarta mondani, hogy adja vissza a helyét, megállt és azt mondta, ez az én helyem. De azt mondta a tiszt, ott van hátul az, a te, az én helyem, foglald el, majd én itt maradok. Most én itt akarok ülni. Fölborult a busz, a tisztnek kiszakadt a karja tövestől, meghalt a jobb keze. Elvérzett a jobb kezével, ha Lajosnak nem foglalja el a helyét, a Lajos ott hal meg kiszakadt kézzel. Na de ebbe tudod mi a misztikus? Hogy én a jobb karomat féltettem állandóan. És a jobb karra igen, volt. És a jobb karról halt meg az a szerencsétlen. Meg a szerencsétlen kis, a jobb karját vesztettem. És ebbe. A Lajos tanult a bal kezével rajzolni, mert azt mondta nekem, el fogom veszteni valahogyan a jobb karomat, és nem fogok... Tudod, milyen könnyű megtanulni bal kézzel rajzolni. Igen, és akkor sült ki az én végtelen jóságom, mert édesapám ezt nekem is megmondta, hogy hát fiam, ne arra úgy, hogy nem ismertelek fel. Mondtam, édesapám maga nem volt köteles engem ismerni, maga köteles volt engem szeretni. Igen. Mint hogy én nem voltam köteles magát szeretni, köteles voltam magát tisztelni. Igen. Azt akarom megkérdezni tőled, és elég sokszor beszéltünk már, de nagyon fontos lenne számomra is, hogy az irodalom, az irodalmi szöveg, amit te a Villontól, az Ó Magyar Mária Siralmon át, Baudelaire-en keresztül, Steinbeckig, Dostojevszkijig, József Attiláig olvastál, értettél. Az irodalmi szöveg, az, vagy vöresség, ugye, mert vörös verset illusztráltál. Az irodalmi szöveg, az egy gerjesztő anyag, vagy elindítja a gondolkodást, vagy a kezet, vagy a tollat vezeti? Vagy csak azért kell, hogy gazdagabb legyen az ember maga? A szöveg, az csak egy használható kifogás, semmi más. Aminek tulajdonképpen semmi köze nincs magához a rajzhoz. De az ember elfogadja, hogy az ihlette, nem igaz, nem ihlette. De hát lehet, hogy az én cinizmusomból fakad. De mégis mikor váltál, vagy lettél művésszé? Ehhez segített a gyerekrajz pályázat, az a háborús pályázat, vagy a Miskolci művészteret, vagy mi segített ehhez? A gyerekrajz pályázat. Ő ezt mondja. Mondjuk, nem tudjam. Anyától tudom, hogy behívta a tanító, hogy az első világháborús rajzok. Lajos csinált rajzokat, és ráírta, jaj, de véres. Igen. És hogy behívta a tanító az anyát, a maga fia rajzolta ezeket, ő rajzolta, de ne féljen tanítót, kiverjük belőle. Többet nem fog előfordulni. Nézd, a magyar gondolkodásnak egyébként sajátos karaktere a képzőművészetben nem volt. Soha nem volt? Hát várjál csak. Lett volna. Mikor? Csontvári alatt. Hát szerintem Csontvári alatt nem csak lett volna, hanem volt is. Na. De aztán slusszpassz. De ez azért elég nagy ahhoz, hogy emlegessük. Hát egyrészt elég nagy ahhoz, hogy emlékezzük, másrészt a folytatásában azért Derkovicsot, meg Egrit azért számba kéne lenni talán. Te az Egrit nagyművésznek tartod? Nagy művésznek. Én még a Nagy István is nagyművésznek tartom. Nem azért, mert nagynak így. Nem. Én egy Szalai Lajos nevű jelenségben élek. És ez az, amit Csigaháznak szoktál nevezni? Vagy? Pontosan. Ez az a csigaház, ami születésed volt, hogy tulajdonképpen egy helyen van, csak a legfeljebb a helyet hívják Párizsnak, Argentinának, pontosan, Nyugodnak, Miskolcnak. De a csigaház ugyanaz. De most ez érdekes, hogy jó, én ezt elhiszem, de az, amit rajzoltál, az végül is körbe rajzolja Európát. Mert a legnagyobb, vagy a legalapvetőbb mitoszból, az új szövetségből kezd építkezni, és végigjárja azokat a lapokat, amire ilyen nevek írják a verseiket, prózáikat, mint a Villon, az I.S. Gyula, a Steinbeck és a Dostojevszki. Igen. Ez csak és kizárólag Európa. Igen. Még szűkebben szinte Amerika-mentes Európa. Igen. Olyan anti-amerikás vagyok én, inkább mint Amerika-mentes. Anti-amerikás.
Ugyanakkor még arra is emlékszem, hogy 83 körüli rajzai, az Európa elrablása, vagy az énekek éneke sorozat, az megint az európai ősmítoszhoz, vagy az alapmítoszhoz való visszavívás. Tudom, úgy vagyok én ezzel, mint az igazi anya a gyerekével. Amíg meg nem szüli, addig gőze sincsen róla, hogy fiú lesz-e, vagy lány. Mondd, Lajos, a te generációdnak a főiskolán kik voltak a vezető tanárai, akik a legnagyobb hatással voltak a generációra? Rudnai és Vaszali. Miért? Hát, Vaszali volt a modernségnek a testet öltött formája. Miben nyilvánult ez meg? Miben? A legprecízebben megszerkesztett laza képeket tudták csinálni. Vaszali. Igen. És Rudnai pedig a legmagyarabb búskomorság volt. De miért volt az magyar? Mert hogy búskomor, az biztos, de mitől volt magyar is? Nézd, valamilyen oknál fogva a barna szín és a fehérnek a viszonya, az, mint hogyha a magyar léleknek a tulajdonsága lenne. Hát például én katolikus volnék, hát az egész nemességem. A válogatásom is katolikus jellegű. De ez nem jelenti azt, hogy én vallásos vagyok az én vallásomban. Csak valahogy azt jelenti, hogy az összes hazugság formák közül még a katolikus formát szívelem a legjobban. Valami van a vallásba, a katolikus vallásba, amit nem lehet más vallásba átvinni. A haverkodó miszticizmus. A mi vallásunk az, amelyik válveregető kapcsolatban van a Jóistennel, de mindig misztikus formában. Szóval, mintha magyarul vallani a dolgokról az egy kötelesség lenne. Valójában senkinek nem kötelessége az, hogy elmagyarázza, hogy ő miben hisz, remegve, vagy csúfolódva, vagy bárhogy. Ezt mi találtuk ki? Hogy a vallás az olyan, mint egy ügyész elé állított pacáknak a beszédje arról, hogy mit csinált tegnap előtt. De azért egy biztos, most már akármilyen fogalmazást csinálunk, a vallás, mint a lélek műveleti területe már megszűnt. Igen? Ez, hogy igen. Te kérdezed tőlem? Hát te inkább vagy a szónak a mestere, mint én. Hát nem, azon kezdtem gondolkodni, hogy a vallás és vallomás értelemben akartam kérdezni, hogy végülis az, amit te rajzoltál, az nem más, mint egy vallomás. Igen. Na bár nézd, Ady Endre, aki igényes volt a megfogalmazásban, ő kimerte mondani azt, hogy mert valami mindent volt életem dolga, ugye? Na. Szóval ő is úgy gondolta, hogy a mindenről vallás az egy lelki kötelesség egy magyar pacáknak. Most a te rajzművészeted is a mindenről vallás kötelességében fogad? Na várjunk csak. Az a furcsa igény, amit a rajz kielégít, az egy olyan természetű feszültség, ami nem tud mindig szóba formálódni. Nos, a szóba nem formálható feszültségnek a kifejezése én nálam a rajz. Na most a baj ott kezdődik, mikor ebből szavakat akarnak és mondatokat akarnak formálni. És akkor kisül, hogy tulajdonképpen a vallásról nem is volna szabad beszélni. Mint hogy egy igazi igény alapján a vallásról nem is illik beszélni. De vallani lehet rajzban mondani. Igen. Rajzolni például. Igen. Most nagyon furcsa a kérdés, de mégis eszembe jut, hogy a vallásról is rajzoltál, vagy kirajzoltad azt, amit másképp nem tudtál megvallani? Igen. Most ezt ő mondja. Igen, de ez érdekes paradoxon. Várjunk csak. Hogy egy bizonyos fajta feszültség hogy vezetődik le nálam rajzban, az független az én szándékomtól. Nem akarok sem tagadni, sem vallani semmit.
egyetlen dolgot szeretnék. Tudomásul vétel nélkül szétfolyni az életben, mint egy értelmi forma. Ez az értelmi forma nem akar semmifajta kötelezettséget vállalni. No, most jó, hogy itt vagyunk, mert most ez engem egy fogalmazási igénnyel terhel meg. A rajz másoknál lehet a személyiség teljes kifejeződése, nálam nem. Nálam a rajzolás nem más, mint egy szemmel leolvasható beszédforma, aminek sem a beszédhez, sem a lélekhez, semmi köze nincs. Azt akarom megkérdezni, hogy a kiállításoknak, vagy egyáltalán a kiállítás, vagy a könyv, vagy a könyvbeli megjelenés volt fontosabb számodra? Nekem? Igen. A könyv. Miért? Mert szélesebb előfordulása van, mint egy kiállításnak. Hát tételezzük föl, hogy pár ezer példányban jelentek meg azok a könyvek, amiket illusztráltál, vagy amelyikek önálló rajzkönyvként láthatnak a világot. A kiállítás látogatói lehetnek nagyobb számban. Igen, de akik kiállításra mennek, azok nem olyan jelentős személyek, mint akik könyveket vásárolnak. És hogy lehet különbséget tenni a könyvvásárló jelentős személy és a kiállítás látogató kevésbé jelentős személy között? Mert akinek nincs arra pénze, hogy könyvekre pucsékolja, az ne foglalkozzék kultúrával, se civilizációval. Ez világos, nem? Tudunk mi magyarul beszélni, ha ezek szerint a másba türelem van. Számodra a könyvbeli megjelenés volt a legfontosabb. Mindig is, igen, most és is. Könyveid közül melyik volt a legfontosabb? Várjál, nem voltak nekem könyveim, hát ez a többi szám onnan jön. De, hát önálló rajzkönyveid voltak. Igen? Hát az a 41-es kis rajzkötelt, az új időnknél volt. No, várjál. 44-ben, uh-huh. Volt a Genezis a 60-as évek elején, angol és magyar változata is. Külön albumok jelentek meg Magyarországon, több is a rajzai. Ezek közül melyik volt a legfontosabb? A legelső. Miért a 41-es rajzkönyv volt a legfontosabb? Mert akkor alakult ki az éve stílusom, aminek addig nem volt előzménye. És azt föl kellett találnom. Ugye nem akartam föltalálni, de most tanítson meg ragózni. Föltalálódott, mondhatom ezt? Föltalálódott általad. Igen. Hogyha az előzményekről beszélünk, én a 41-es rajzkönyved előzményeinél azért mindenképpen tudnék mondani neveket, például a Derkovicsot, aki mögötte van, sejthetően, vagy átsejlik esetleg a rajzokon egy pici német expresszionista hatás is. De ez az időhöz kötöttség, ez mit jelent vajon? Azt ugye nyilvánvalóan, hogy a második Hamburgot is megjártad, a Donkanyarban is rajzoltál, 56-os forradalom idején is rajzoltál, nagyon közel kerültél ezeken a pontokon a történelemhez, ráadásul a sűrűjéhez, szóval a zajlásához. És süketté tett minden valóságos zaj iránt. Engem ez a ricsaj, ami a háborúk miatt természetesen kialakult mindenütt. Ez volt a nagy baj. Nekem el kellett volna akkor vonulnom valahová. Elysiumba? Elefántcsontoronyba? Hova? Hát az elefántcsontoronyon még át hangzik a lövés. Olyan területre kellett volna mennem, ahol nem lövöldöznek. Idegesít engem a lövöldözés. És ezt a lövöldözést a második világháború óta egyfolytában hallottad? Igen. Tudjuk, az a meglepő, hogy az 56-os forradalomra készült rajzaid és a Donkanyarba készült rajzaid között van valami lényegi azonosság. Hát hogy ne lehetne? Hát ide figyelj. Hát a zajnak ugyanabból a rokonságából származnak. De nem tudod, hogy én rám mennyire hatott a háború. Mennyire? Én a háborútól pánikszerűen féltem. Nem csak azért, mert az egy szörnyű dolog, hanem mert nekem részt kellett abba venni, akár tetszett, akár nem. Mit? Ezt a háború alatt érezted igazán, és... Nézd, én a háborút egy olyan borzalmas disznóságnak éreztem, és érzem most is, hogy úgy éreztem, a bennem lévő szellemi rang kötelez engem arra,
hogy a háború ellen pofázzak. Hát nem csak pofáztál, hanem rajzoltál is a háború ellen. Na jó, hát igen. Na most más dolog a háború ellen rajzolni, és egészen más 56 mellett rajzolni, mert az 1956-os forradalomról hoz készült rajzai, azok végül is mellette szólnak. Ki mellett? Hát a forradalom mellett. Hát igen, értem én ezt. Hát minden hóírnak van arra mentsége, hogy ítéletet hajtott végre, nem? Miközben így felemeli a fejet a hajánál fogva, és aztán kisült egy paróka volt, és a fej leesik, a paróka meg megmarad. Az előbb azt mondtad, hogy a rajzolói pályád legfontosabb műve az a 60 rajz című kiskönyve. Akkor ez egy olyan uramnak tekinthető, amikortól kezdve egyfolytában változott a rajzolásod intenzitása, és az a siker is, amit talán nem is lehet sikernek mondani, mert egy folyamatos munka legfeljebb. Azt hiszem a sikernek a külső jegyeit soha nem becsülted, és nem is nagyon tapasztaltad. Már ez olyan kacifántos, hogy ezt el kell ismételni, hogy én is megértessem. A kacifánt megzavart. Ha a 41-es rajzkönyved mondjuk az életműnek a csúcsa, vagy a rajzolásodban azt mondod, hogy ez a legsikeresebb dolog, az a kis könyv. Az egy sikeres dolog volt akkor, amikor megjelent, amikor megszületett? Nem. Vagy csak te belül érezted annak? Már, hogyha itt meg kell állni, hogyha már itt tartunk. Magyarországon a siker az egy társadalmi termék volt mindig. Én nagyon nehéz egy ilyen helyzetben lévő embert, mint én vagyok, igazságmondásra rávenni. Mert az második mondatban már hencegésnek hat. És erre azért vigyázni kell. Senkinek nincsen joga arra, hogy hencegjen. Egy biztos. A rajzolásnak egy bizonyos formáját én csináltam a legjobban Magyarországon. Ahol a fantázia és a látvány karonfogva jártak együtt. Esztert elvitted barátaiddal nemrég felfedezett és törzs helyetek ki avatott bár Verbe a Rüzsekóban. Jakab Eszter a Jakab utcában. Még ott is feltűnést keltett. Pedig a zöld bárnak már megvolt a maga fekete csillaga. Egy valóságos jövendő sztár, aki most még csak itt volt sztár, de itt már mindenki tudta, hogy az lesz. Mademoiselle Greco, mindenki csak így hívta, megelőlegezve neki a nagy francia színésznőknek századok óta kijáró klasszikus megszólítást, gyönyörű neve és gyönyörű sörénye itt folyt végig a kis helyiség egész napos derengő alkonyfényében, mint egy fekete tejút, rejtelmesen úsztatva magán a bárkút fölötti tükörpolcok és rajtuk sorakozó palackok sokszínű tompa csillámlását. De Eszter kibontott haja még talán az övénél is rejtelmesen. Lajos azonmód rajzolni kezdte, pedig sose rajzolt modell után. Laci már is kezdte keverni a gvassát. Ők ketten itt rendezték be a műtermüket, nyitástól zárásig itt dolgoztak. Pár évból elég volt nekik ennyi. A kényelmetlen, munkára alig alkalmas, egész állandó feszültségével, mégis folytonosan munkára hajzó közeg, a sugárzás, amely Párizs legapróbb zugát is egész Párizzsal bennünk. Ahogy József Attila mondta a műalkotásról, hogy az minden legkisebb részletében műalkotás, Párizs is minden részletében Párizs. Lajos azt hiszem, két év alatt egyszer sem lépett ki a Rüzsekot bűvös köréből, ott is lakott egy hotelben, talán még a Louvre-ig sem sikerült elverekednie magát, pedig ahhoz innen csak éppen a Pont-des-Arts-on kellett volna átkelnie. Mégis Párizs kellett neki, és Párizsban is volt. Igaz, a rajzok, amiket egész nap szakadatlanul csinált, naponta sokszor tucatot is, nem beszélve a feliben harmadában eldobottakról, amiktől néha fehér lett a padló fekete szőnyege, egyáltalán nem voltak párizsiak.
legkevésbé a szó nálunk közkeletű értelmében. Könnyed, mondén, frivol, vagy akár modernebb vonatkozásban absztrakt. Lajos rajzai súlyosak voltak, mint a kő vagy az érc, nem nagy világja, hanem nagy világukat hordozó, és mintha a katolikus, protestáns és zsidó vallás legzordabb etikájának sűrített vállaltát szülték volna a belőle, amelyeket egyébként ő kifoszhatatlan háborgásai közepette egyformán gyűlölt, mindig egyiket szegezett szembe a másik kettővel, de mindig másik. A nonfigurális háború utáni terrorjában Lajos rajzai éppen a figura új szabadságharcát vízták, rajtuk az emberi alak nem annyira még, mint inkább megint teljes integritásával jelent meg. De micsoda elvesztett, keresett, megtalált, újra elvesztett integritás vagy identitás volt ez. A figurális formák nem ezeknek a formáknak a körvonalaiból alakultak ki, hanem mindig több, önmagában egészen mást formázó vonalból, amelyek együtt mégis arcot, mellkast, végtagokat jelentettek. Mintha minden arcot és testet ezerszer szétszaggatott részeikből forrasztott volna össze, úgy, hogy minden egyes hegnyoma ott maradt rajtuk. Mintha mindegyikük a saját mártíromságát túlélt mártír lett volna. Mert hogy a saját találó igekötő használatával élve Lajos nem le, hanem megrajzolni akarta a valóságot, megidézni, megragadni és megváltoztatni, meggyőzni és megváltani, nem le, sőt talán nem is meg, hanem elrajzolni. El-el valami más felé, mint ami eddig volt. A vonal két kérlelhetetlen marka közé szorította a valóságot, hogy az ellenálljon neki, és ebből a feszültségből szakította ki szaggatottan egységes, monumentális formáit, amelyek a végletes önként végletes törvényszerűséggel párosították. Esztersen igézetes, pestibe oltott Antillai, mondén őserdei szépségében jelent meg a papíron, hanem inkább ószövetségi nevének inkarnációjaként, mint Ahasvérus végzete, ha nem volna szentségtörés, azt mondhatnánk, mint egy bibliai isten. Ilyen bibliai és mitológiai istennőket és isteneket látunk ezeken a falakon, a vonalaknak olyan soha eddig nem látott kanyargásában, amelyek egyenes meghosszabbításai annak a vonalnak, amely az altamirai rajzoktól Leonardón és Goyán keresztül és Picassoig és Picasso-n keresztül Szalai Lajosig tart a művészettörténet.